ismételten párbeszédre hívja a városvezetést és a polgármestert, és egy gazdasági egyeztető tanács megalakítására kéri az Arbor Vállalkozók Szövetsége. A kormány döntött a közlekedési szabályzatok szigorításáról. Két pontot gyűjtött a Dunaújváros ellen a Gyergyói Hoki Klub az Erste Ligában. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják január 31-én hétfőn. Ismételten párbeszédre hívja a városvezetést és a polgármestert, és egy gazdasági egyeztető tanács megalakítására kéri az Arbor Vállalkozók Szövetsége. A téma kapcsán a szövetség vezetőségi tagjai sajtótájékoztatón foglalták össze sérelmeiket, kéréseiket, és a problémákra is megoldást javasoltak. Több támogatást várnak a Gyergyószentmiklósi önkormányzattól az Arbor Szövetségbe tömörült vállalkozók, és nehezményezik, hogy a székadó egyéves eltörlésére vonatkozó kérésükre negatív visszajelzést kaptak a múlt heti tanácsülést követően. Ez a lépés, mint ahogy fogalmaztak, csak habatortán azok után, hogy semmilyen döntésben sem kérik ki véleményüket, és sok esetben a minimális infrastrukturális feltételeket sem biztosítják a turisztikában érdekelt gazdasági tevékenységet folytatók számára, hogy növelni tudják vendégészakák számát. A tanácsülésen hozott döntés után hétfőn sajtótájékoztatón foglalták össze sérelmeiket az Arbor Vállalkozói Szövetség képviselői. Kiemelték, értetlenül állnak azelőtt is, hogy Gyergyószentmiklós az egyetlen település, ahol mégsem sikerül megvalósítani a már többször is beharangozott vállalkozói inkubátorházat. Nem értjük, hogy mi történt. Nem értjük azért is, mert volt előzetes egyeztetés a részünkről a város polgármesterével, és utána az, ami megjelent a sajtóban és a médiában, úgy gondoljuk, hogy méltatlan ahhoz a helyzethez, amelyben most a vendéglátóipar egységek vannak. A járványügyi megszorítások miatt ugye nagyon komoly működési nehézségekkel küzdenek, ehhez még hozzájön az is, hogy nagyon felmentek az energiaárak, a gázárak, és egy gesztus értékű, azt kell mondjam, határozatnak az elfogadását kértük, amely az idénre felfüggesztette volna a székadónak a fizetését. Ez nem történt meg, nem is szeretnénk a részletbe belemenni, annyit tennék csak hozzá, hogy nem pénzt kértünk, nem anyagi támogatást kértünk ezeknek a vállalkozóknak. Azt láttuk, hogy a városnak a tavalyi éves költségvetésében 3,1 millió lej is több lett volt, tehát amit nem tudott elkölteni, és ehhez képest ez a gesztus egy 20-30 ezer lejérő szólt van összesen, amit a város kellett volna gyakorolni a bajba jutott vállalkozók felé. Nem csak ez az egyetlen problémánk, szomorúan vettük tudomásul azt is, hogy habár nagyon sokszor elhangzott ígéretként, hogy lesz Gyergyószentmiklóson is vállalkozó inkubátorház, most azzal kellett szembesüljünk, hogy Székelyudvarhely után Csíkszeredában, Balánbányán és Keresztúron lesz, Gyergyószentmiklós ebből kimarad. Azon kívül nagyon sok olyan fejlesztés van, amit most én nem fogok felsorolni, itt élnek a városlakók is, látják, tényleg azt látjuk, hogy nagyon sok olyan probléma van, mi a megvalósításokat szeretnénk, és ezzel szemben azt látjuk, hogy a sajtó, a médiában mi is azt olvassuk, hogy mint egész másról szólna a történet, nem szeretnénk ebbe belemenni, mi javaslattal jöttünk, a javaslat az, hogy mi partnerséget kínálunk, párbeszédet és együttműködést. Ezt úgy gondoltuk el, hogy először is azokat a közméltóságokat, akik Gyergyószentmiklóst különböző gazdaságfejlesztési projektekkel meg egyéb támogatásokkal biztosították, megpróbálunk külön velük is párbeszédet egyeztetni, köztük egész Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes úrig, akit meghívjuk céllátogatásokra leülni, egyeztetni az itteni gazdasági élet szereplőivel, ugyanakkor Csergő Tibor András polgármesterúrat arra kérjük fel, hogy alakítson egy gazdasági egyeztető tanácsot, ahol helyet kapnak a helyi és a megyei vezető funkciót betöltő személyek, a megyei tanácselnökétől a szenátori képviselőig, akár maga a polgármesterig is, de kapjanak helyet a magánszféra képviselői is, és ez időnként üljünk le, és nézzük meg, hogy milyen elképzelések vannak, milyen problémák vannak, próbáljunk meg közösen fellépni ezekkel kapcsolatosan. Ugyanakkor a tanástestülettel is szeretnénk egy kerekasztal beszélgetést kezdeményezni, pártpolitikai színezettől függetlenül. Mint a turisztikában érintett vállalkozó, Lázár László Arbor alelnök nehezményezi, hogy évtizedek óta az éppen aktuális önkormányzati vezetők ígéreteit hallgatják, de együttműködés nincs a részükről. Érintettek nevében a tavaly is futtunk
ez ügyben egy pár kört kértük, hogy a székadónak a minimálra lehozását, vagy akár eltörlését, akkor ugye felére csökkentették. Az idén újra kérte az Arbor a vállalkozók nevében, hogy ezt az adóban legalább segítsék a vállalkozókat, hisz tudni kell azt, hogy nagyon sok adót fizetünk, a 5-6 fajta zenadótól elkezdve mindenfajta adó, ami egyszer lehetséges, azt ránk van róva, és ezzel is egy picit segíteni minket, mint turizmusra dolgozókat. Itt valójában, ami miatt kigyúlt a piros lámpa, mondjam így, az nem is igazán annyira ez a székadó, mert a többi után most úgy vagyunk, hogy ha kell, ha muszáj, akkor kinyögjük ezt is, viszont maga azt érezzük, hogy nem igazán van mellettünk, vagy nem közösen megyünk előre a turizmusban Gyergyó Szent Miklós nevében. Évtizedek óta csak ígéretek vannak, és altatások idézőjelben, hogy így lesz, meg úgy lesz, ilyen tervek, meg olyan tervek, de amúgy, ahogy mindenki látja ezt, nem igazán tudunk előre mozdulni, és azt látjuk, hogy mellettünk teljes gőzzel fut el, akár Csíkszered, a Székelyudvarhely, Borszék, vagy bármelyik olyan település, aki foglalkozik ezzel, egy picit komolyabban fektet rá időt, energiát, akár pénzeket hoznak le, és picit a vendégiszakák számát ezzel is növelik, és kicsit le vagyunk maradva, vagy nagyon le vagyunk maradva, és ha nem fogunk lépést tudni tartani ezekkel, akkor bizony nem látunk fényes jövőt ezügyben. Mi már évek óta ezt hangoztatjuk, hogy részt szeretnénk venni, vagy akár segítséget is nyújtanánk, akár tanácsainkkal, meglátásainkkal, ötleteinkkel, kérjék ki a véleményünket, vegyünk részt a döntéshozásokban, tudjuk meg azt, hogy most egy testület miért hoz jó, vagy akár rossz döntéseket fejünk fölött, közösen vitatjuk meg ezeket, és utána tényleg hozzák meg azokat a döntéseket, hogy valójában ők is jobban rá tudnának ezzel látni, vagy mi is jobban rá tudnánk látni a döntéshozásaikra, hogy igenis miért hoztak meg ilyenfajta döntéseket. Ez ügyben semmilyen fajta együttműködés nem volt, nincs tudomásom szerint, ami egy picit szorosabb lenne. Folyamatosan hangoztatjuk, hogy üljünk le közösen együtt, de egyelőre még nincs ilyenfajta lépés. A sajtótájékoztatón jelen volt Csata Levente alelnök és Sportik Csaba vezetőségi tag is, akik szintén kiemelték, több év után is a reménnyel és a választási kampányok során tett ígéretekkel maradtak. A városvezetés részéről komolyabb hozzáállást szeretnének, élhetőbb környezet és feltételek megteremtését, egy vállalkozó barát önkormányzatot. Életét vesztette péntek este egy 37 éves gyergyószentmiklósi férfi a gyilkostól közelében a gyilkos havasról lezuhanva. Valószínűleg túlságosan megközelítette a sziklapárkányt, amelyet jég borított és emiatt zuhant a mélybe, tájékoztat a Székelyhon. A gyergyószentmiklósi hegyi mentőket pénteken este 22 óra körül riasztották a 112-es sürgősségi hívószámon, azzal, hogy a gyilkos havason található panoráma kabinban megszállt 4 főstársaság egyik tagja kiment az épületből, és társai hiába keresték, nem találták. A hegyi mentőcsapat 6 tagja, a hegyi csendőrség emberei és a Gyergyószentmiklósi Barlangász Egyesület tagjai kivonultak a helyszínre, majd a nyomok alapján a szikláról leereszkedő hegyi mentők a mélybe zuhant férfit már holtan találták a sziklafalon. Az áldozat keresése a hegyi mentők számára is kockázatos volt, szél, havazás nehezítette a munkájukat. 3 óra után tudták felhozni a férfit a panoráma kabinhoz, ahonnan leszállították a holttestet az úthoz, ahol a 6 órát tartó bevetés végén átadták az előzőleg értesített hatóságoknak, nyilatkozta a Székelyhonnak Kastal Gergő, a Dancurás hegyi mentőcsapat vezetője. Várhatóan március elejétől lépnek életbe azok a közúti közlekedésre vonatkozó változások, amelyekről a kormány csütörtöki ülésén döntött. Ezen túl büntetni fogják a járművezetés közben agresszív magatartást mutató sofőröket.
A kormány csütörtöki ülésén döntött a közlekedési szabályzatok szigorításáról, azzal, hogy módosította és kiegészítette az erről szóló 2002/195-ös rendeletet. A kormányhatározat új szankciókat állapít meg számos jogszabálysértés esetén, valamint meghatározta és bünteti az agresszív vezetési magatartást. A szigorításokról a kormányülést követően Lucián Bode belügyminiszter nyilatkozott és kihangsúlyozta, a törvénymódosítás célja a balesetek megelőzése és közlekedés biztonság növelése. A miniszter 10 pontban foglalta össze a módosításokat. Primul element de noutate și cu cel mai mare impact vizează definirea comportamentului agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, precum și sancționarea acestui comportament cu amendă cuprinsă între 580 de lei și 725 de lei, clasa a doua de sancțiuni și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile. Amennyiben az agresszív magatartás anyagi károkkal járó balesetet eredményezett, a bírság 870 és 1160 lei közötti, a jogosítványt pedig 60 napra vonnák be. Egy másik újdonság, hogy felsőbb szabálysértési kategóriába kerül, és emiatt 1305 lejtől 2900 lejig terjedő bírsággal sújtható az a gépkocsi vezető, aki jogtalanul hajt az autópálya sürgősségi sávján. Ez esetben az illető jogosítványát is 90 napra vonhatják be. Új szankcióként bekerül a törvénybe a jogosítvány 120 napos felfüggesztése abban az esetben, ha a sofőr az autópályán megfordul vagy tolad gépkocsijával, ha a nem megengedett helyeken vág át egyik forgalmi irányból a másikba, vagy menetirányjal szemben közlekedik az egyirányú úton. A vasúti átjárókon való átkelés szabályainak megsértése esetén a gépkocsi vezető jogosítványát 120 napra vonhatják be. Felsőbb szabálysértési kategóriába került a szabálytalan előzés is, ugyanakkor elsőbségadásra vonatkozó szabályok benemtartását is szigorúbban büntetik ezután. A szabálytalankodó gépkocsi vezető jogosítványát a jelenlegi 30 nap helyett 60 napra vonnák be, és a bírság is nagyobb lesz, ugyanakkor a sebesség határ több mint 70 km/h való túllépése esetén a gépkocsi vezető jogosítványát 120 napra függesztik fel. A kormányhatározat a hivatalos közlönyben való megjelenése után 3 nappal lép életbe, míg az ebben meghatározott büntetéseket a határozat megjelenését követő 30. naptól, azaz várhatóan március elejétől kezdve alkalmazhatja a rendőrség. 27 éves fiatalemberre támadt egy medvet szombaton Hargita megyében, Énlaka és Etét között. Az Ager Press hírügynökség beszámolója szerint az áldozat többed magával éppen egy vadászaton vett részt, amikor a nagyvad megtámadta. A kezeit harabdálta össze a vadállat, a jobb karját pedig el is törte. A sérültet a Székelyudvarhelyi kórházba szállították, állapota stabil. Dr. Péter Szilárd, a Hargita megyei mentőszolgálat vezetője az Ager Press hírügynökségnek nyilatkozva, a szemtanúk beszámolóira hivatkozva azt mondta, az áldozat többet magával egy tisztáson tartózkodott, amikor a nagyvad kirontott az erdőből és megtámadta, majd elkezdte beráncigálni az erdőbe. A vadásztársak a segítségére siettek és sikerült elijeszteniük a nagyvadat, ezzel megmentették kollégájuk életét, majd segítséget hívtak és kórházba szállították a sérültet. Arról egyelőre nem kerültek nyilvánosságra információk, hogy pontosan milyen vadászaton vettek részt az érintettek. Romániában jelenleg a koronavírus delta és omikron variánsa a domináns, s bár a fertőzöttségi arány napok óta magas, a szakemberek úgy gondolják, pánikra nincs ok, és egyelőre a koronavírus elleni negyedik oltás sem indokolt. A koronavírus elleni negyedik oltás beadását jelenleg semmi sem indokolja. Ezt Valeriu Gheorghiță, a romániai oltáskampány koordinátora nyilatkozta tegnap. Jelenleg Románia teljes lakosságának körében az átoltottsági arány 41,8%-hoz közelít, és 2,33 millió személy kapta meg a booster dózist. Körülbelül 40%-a az erre jogosultaknak. A katonaorvos szerint a koronavírus delta és omikron változata a domináns Romániában, ezek ellen pedig a jelenlegi álláspont szerint elégséges a teljes körű immunizálás, illetve a harmadik dózis. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre minden adat, hogy azt mondjuk, a negyedik adag beadása valóban indokolt. Amit azonban tudunk, az az, hogy a jelenlegi vakcinánk még a teljes körű immunizálás után is elegendő védelmet
védelmet nyújtanak a betegség súlyos formái ellen, beleértve az Omikron variánst is. Az emlékeztető dózis pedig hosszú távú védelmet nyújt, mert tudjuk, hogy az Omikron ellen kialakult immunitás gyorsabban csökken, mint amit a Delta verzió kapcsán ismerünk. Jelenleg 747 oltási központ működik összesen 1056 oltóponttal, amelyek közül 232-ben oltanak gyerekeket. A fertőzöttségi arány már napok óta magas, ám a szakemberek úgy vélik, pánikra egyelőre nincs ok. A hatóságok által előrevetített forgatókönyv szerint alakul a járvány görbe. Jelenleg még egyértelműen emelkedő tendenciát mutat a tesztek eredményeiből kimutatott pozitív esetek száma. Az intenzív terápiás osztályokon január 20-án 547 személy volt, január 27-ére 731 esetben szorultak intenzív terápiás kezelésre. Ezt a növekedést figyeljük és követjük nyomon. Ha ez a növekedés folytatódik, elképzelhető, hogy a jövő héten elérjük vagy meghaladjuk az 1000 intenzív terápiás esetet. Ez természetesen megmutatkozik majd a megyék közötti beteg átutalásokban, ha már az adott megyében nem tudják fedezni a szükségletet, mert nincs elég ágy. A szakemberek javasolják, hogy a vélhetően koronavírussal fertőzött személyek jelentkezzenek az erre a célra kialakított járóbeteg központokban. Maros megyében 7 ilyen központ van, ahol a megfertőződött betegek állapotát mérik fel. A központokba a közepesen súlyos tünetekkel rendelkező páciensek kerülhetnek be, valamint az olyan fertőzöttek, akiknek valamilyen formájú társbetegségük is van. A korral való megfertőződés gyanúja esetén a tesztelés egy másik fontos óvintézkedés. A tesztelés a házi orvosnál is megoldható, hiszen országszerte több mint 3800 házi orvos kötött szerződést az egészségbiztosító pénztárral a tesztelés elvégzésére. Az ombudsman helyettese szerint rendszeresen aktualizálni kellene a bruttó országos minimálbért, illetve kellő időben módosítani azt, akárhányszor változnak a társadalmi és a gazdasági körülmények Romániában, hangsúlyozza a nép ügyvédjének helyettese Ekaterina Mirea. Az ombudsmani hivatal jelentése szerint az országos bruttó minimálbér nem elegendő a családok napi szükségleteinek fedezésére, tájékoztat az Agerpress hírügynökség. A nép ügyvédjének helyettese Ekaterina Mirea elmondta, egy méltányos összegű minimálbér biztosításával csökkenne a szegénységi küszöbön élő személyek száma, nőne az alacsony jövedelmi családok életszínvonala, megkönnyítené gyermekeik iskoláztatását és a hozzáférésüket az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Az ombudsman helyettese szerint a bruttó országos minimálbért rendszeresen aktualizálni, illetve kellő időben módosítani kell, akárhányszor változnak a társadalmi és a gazdasági körülmények Romániában. Emlékeztetett arra, hogy jelenleg mintegy 20%-os a munkanélküliség a 15 és 24 év közöttiek körében. Mirea elmondta, hogy a nép ügyvédjéhez érkezett panaszok szerint a munkáltatók gyakran megsértik az alkalmazottak jogait. Nem tartják nyilván a túlóráikat, túlóráztatják, vagy a szabadságuk ideje alatt is dolgoztatják őket. Olyan munkavállaló is akadt, akit rávettek arra, hogy vegyen ki fizetetlen szabadságot, így már nem volt jogosult munkanélküli segélyre. A visszaélések áldozatai azonban az állásukat féltve nem mernek a munkaügyi felügyelőséghez fordulni, tette hozzá az ombudsman helyettese. Tájékoztatása szerint petíciók érkeztek a hivatalhoz olyan alkalmazottaktól is, akiket a koronavírus elleni oltás beadatására kényszerített a munkaadója. Ezzel kapcsolatban elmondta, az ombudsmani jelentés rámutat arra, hogy sérti a munkához és a szociális védelemhez való jogot az oltás kötelezővé tétele a munkahelyeken. Szombaton Dunaújvárosban folytatta a gyergyói hoki klub a Magyarországon játszott Erste ligás mérkőzéseket. A pirosfehérek a Ferencváros elleni vereséget követően ezúttal sem tudtak rendes játékidőben nyerni, de a szétlövés nekik kedvezett, így végül 2 pontot gyűjtöttek. Hétfőn este Újpest lesz az ellenfél, majd február 4-én Brassót fogadják már hazai pályán. Az első harmadban igencsak elhúzhatott volna a gyergyói hokiklub, de hiába volt nagyon sok helyzetük, nem tudtak betalálni a dunaújvárosi kapuba. Ráadásul emberhátrányt is kivédekeztek, sőt egy kontra végén a vezetést is megszerezték a házigazdák. Ezt követően kiegyenlített volt a játék, de az emberelőnyt sem tudták kihasználni a pirosfehérek. A második játékrész elején Sárpátki Tamás lövése után a kipattanót Vince Péter lőtte be, és ezáltal kiegyenlítettek a gyergyóiak.
Ezután is nagyon sok helyzet volt, sőt a dunaújvárosiak is többször ellentámadásba lendültek, újabb találat azonban nem született. A harmadik játékrész volt a legizgalmasabb. A Dunaújváros előtt bőven volt lehetőség, hogy megszerezzék a vezetést, hiszen kétszer is kettős emberelőnyben játszottak. Mindkét oldalon hatalmas védéseket lehetett látni, mindez hozzájárult ahhoz, hogy rendes játékidőben nem született újabb gól, maradt az 1-1-es eredmény. A hosszabbítás során sem történt változás, így következett a szétlövés, ez alatt Háránen betalált, de rajta kívül más nem. Bár a biztosnak vélt 3 pontot nem tudta begyűjteni a gyergyói hokiklub Dunaújvárosban, végül 2-t sikerült. Szilasi Zoltán vezetőedző a találkozót követően elmondta, hogy tudták, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert a Dunaújvárosnak is nagyon kellettek a pontok. Nem vagyok csalódott, de ma csak 2-t szereztünk, mert 65 percen keresztül rengeteget dolgoztunk, nagy fölényben játszottunk. Különösen a harmadik harmadban. Nagyon sok helyzetünk volt, de az ellenfél kapusa parádi is napot fogott ki. Vannak napok, amikor nem akar összejönni a góllövés, de végül így is megtaláltuk az utat a győzelemhez is, fontos pontokat szereztünk, összegezte a gyergyói hokiklub vezető edzője. A magyarországi turnét hétfőn este Újpest ellen zárják, majd február 4-én már hazai pályán Brassót fogadják a pirosfehérek. A tabella élén jelenleg a Csíkszeredai Sportklub áll, 38 mérkőzésen 88 pontot gyűjtöttek. A második az Újpest, de nekik 36 találkozó alatt lett 74 pontjuk. A gyergyói hokiklub eddig mindössze 34 meccset játszott le, és ez alatt gyűjtött 73 pontot. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, maradjanak velünk, reklám után következik a Phoenix konyha, hírekkel holnap is várjuk Önöket a képernyők elé, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!